Sziasztok! Témunkáról fogunk mi is beszélni. ELTE múzeumkerítő kampuszán épült meg az az emlék, amit ezen a képen láthattok. Ha nem látjátok, annak az az oka, hogy végtelenül egyszerű módon a meglévő téglaépületek fogáiba egyetlen bronzcsík épült be, mely az egyetem második világháborús és holokauszt áldozatainak állít emléket. Maga a tervezési helyszín a Trefort kert, tehát nem találtuk alkalmasnak arra, hogy egy meditatív teret biztosítson egy hagyományos emlékműnek. Egyébként jelenleg is több emlékmű áll a kertben, de a kert mindennapi használói számára ez láthatatlan marad. Nem szeretünk volna semmilyen narratív, sem monumentális emlékművet állítani. Inkább olyan analógiákkal dolgoztunk, amik a létrehozás akciójával lehetővé teszik a személyes megközelítést, de megengedik a távolmaradást is. Az ezen a képen látható emlékművek is arról szólnak, hogy a szöveg kerül a középpontba, a nevek sorozata. És így került a múzeum körül és a Puskin utca közé egyetlen tégla fugasorba gyakorlatilag a kert térfalaira az emlékmű, ami egybeépült azokkal az épületekkel, amik az egykori áldozatok iskoláját is jelentették tanárok és diákok számára egyaránt. A 198 név, ami a kutatások során előkerült, szigorú randomitásban került a falakra, és a köztük lévő felbukkanó hiányok egyben a névsor örökké megmaradó hiányait, illetve a kiegészíthetőséget is jelentik, ami a flexibilitást is biztosít itt ezen a helyen. Ezek a bronzrudak nyílástól nyílásig tartanak, és a szobrászati kivitelezésnél nagyon fontos volt, hogy olyan beépítési módot találjunk ennek, ami mindenképpen megbonthatatlan és kiszedhetetlen, ezzel is jelezvén azt, hogy egybeépül az épülettel, a közösség és az egyetem pedig önazonos a múltjával. A 2014-ben sorra került avatáson szintén nagyon, hát annak fontos része képezte az, hogy a jelenlévők végigjárták a teljes emlékművet és felolvasták a neveket, és ezen a 280 méteres úton kézzelfoghatóvá vált mind a fizikai, mind pedig a szimbolikus idő, amit ezzel el lehet tölteni. Egy ilyen emlékműnél a befogadás igazából a szemlélőt is aktivitásra készteti, hiszen közel kell hozzá menni, el kell olvasni, meg kell keresni, és hát az a helyzet, hogy ez csak akkor működik, hogyha tényleg kellően közel vagyunk hozzá. Itt a grafikai, meg tipográfiai kiindulási alapokat látjátok. Egyrészt, hogy ez egy ilyen kézi beütőszerszámmal volt elképzelve az első körben, ami egy egyesével az beütő a 9500 leütés, és egy ilyen 20. század elejé írógép, betűs, tipós világban jelent volna meg, de aztán hál' Istennek sikerült ezt elvetni, és kitaláltam, hogy tervezzünk saját betűtípust csak ennek az emlékműnek, és ez ilyen lett. Látjátok a jellegzetességeit, a lényeg az, hogy minél kevesebb ilyen szárkapcsolódás van benne, minél több nyitott forma, amit a technológiai megvalósítás indokol, amit itt láttok a bal oldalon, az egy CNC maró fej, ami kifejezetten ehhez a projekthez lett tökéletesítve, és az látszik még, hogy kétféle módon kerültek bele a fémbe a betűk, vagy be van vésve, vagy a fém síkja van elvésve a betűk körül. Ez a továbbélés ennek a dolognak, készült hozzá egy honlap, mivel hogy ahogy elhangzott a nevek véletlenszerűen vannak a falra felvésve, vagy a bronzba felvésve, itt van egy keresett adatbázis is, ami bővebb adatokat is szolgáltat az áldozatokról, illetve a legfrissebb fejlemény ennek az egész dolognak ez a tavaly év végén megjelent könyvpár, ami egyrészt a
konferencia anyaga az átadás alkalmából rendezett konferencia anyagát tartalmazza, másrészt pedig az építész pályázat, a beérkezett pályaműveket, a megvalósultnak egy fotodokumentációja, meg a tipót. Ez meg egy film. Köszönöm.